Ezúttal is volt hiányzó az olajban, a sérüléssel bajlódó Strahinja Milosevic nem tartott társaival Szombathelyre, a túloldalon viszont mindenki hadrafogható volt. Ennek ellenére nem a házigazda vette kezébe az irányítást, hanem a pár nappal korábban Németországban meccset játszó Szolnok. 7-2-re, majd Vojvoda Dávid pontjai után 17-7-re is vezetett a bajnoki címvédő. A Falkó ekkor nem tudta megtörni a piros-feketék stabil játékát, és jelentősen a különbségen sem tudott faragni. Az első negyed végén 26-19-re vezetett az Alexic csapat. A második 10 percben Curry szerzett labdáinak köszönhetően megkezdte a felzárkózást a Falkó, támadásban pedig a visszatérő Govens, valamint Redick szállította a pontokat, ekkor viszont az olajnál volt teljes blokk. 8-2-es rohammal a házigazda már csak egy pontra volt a Szolnoktól, de egyenlíteni és vezetni nem tudott. A látogató a fél időben egy utolsó másodperces kosárral 5 ponttal vezetett. A térfélcsere után Bíró Olivér egy triplával hozta közelebb a Falkót, majd az ő pontjaival vett át a vezetést a Szombathely. Ennek viszont nem sokáig örülhettek, Vojvoda dobott egy triplát, majd az újabb hazai rohamokat rendre visszaverte a Szolnok, így bár előnye csökkent, de 3 ponttal a harmadik negyed végén is vezetett. A záró felvonás elején viszont az előnyből gyorsan hátrány lett, Curry pontjaival vezettek a sárga-feketék, majd elkezdődött a nagy adok-kapok, és hol az egyik, hol a másik fél tartott előrébb. Két szolnoki 3 pontosra viszont nem érkezett válasz, és ekkor 73-67-re a címvédő vezetett. Erre 8-0-val válaszoltak a hazaiak, és már ők tartottak előrébb. A lefújás előtt 18 másodperccel Andrić egyenlített, és időt kért a Falkó. Támadásukat nem tudták kosárral befejezni, de mivel Errington szabálytalankodott Govensen szemben, az irányító 2 büntetőt dobhatott, de csak egyet értékesített. 3,9 másodperc volt hátra, időt kért az olaj. Az utolsó dobást Benke Szilárd vállalta, de a labda lejött a gyűrűről, így elszenvedte második bajnokságbéli vereségét az olaj. Falkó Szolnok 78-77. Nagyon nehéz mérkőzés volt, az elejétől az utolsó másodpercig, ugye egy pont döntött, nagyon izgalmas volt, hullámzott esetén nyújtottunk, főleg az első fél időben kicsit puhán kezdtünk, hagytuk őket könnyűkosokat szerezni. Úgy gondolom, a második fél időben sikerült rendezni a sorokat, megjött az eredménye, persze ehhez kellett egy kis szerencse is, de hát a sport az ilyen. Gratulálok a Falkónak, egy ponttal nyertek. Nem történt semmi, nekünk a bajnokságot kell megnyerni, nem ezt a meccset. Örülök, hogy ennyi szurkoló volt kint a mérkőzésen. Ez egy kosárlabdának egy nagyon jó prezentálása volt a külvilág felé. Tényleg egy Falkó-Szolnok rangadóhoz méltó atmoszférát teremtettek a közönségük, köszönjük szépen. A Szolnok veresége ellenére továbbra is 2 győzelem előnnyel vezeti a tabellát a Körmend és 3-mal a Falkó előtt.